Tisztelt ház! Az országgyűlés tavaszi ülésszakának 5. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyzőurak lesznek a segítségemben. Köszöntöm kedves vendégeinket is, mindazokat, akik mai munkánkat figyelemmel kísérik. Bizonyára látták képviselők lesenim, hogy a ajtóban várakoztam pár vendégeinket is, mindazokat, akik mai munkánkat első figyelemmel kísérik. Bizonyára látták képviselők lesenim, hogy a ajtóban várakoztam az ülésteremben, és arra vártam, mert a első négy órabeli ellenállítás miatt jelentkezett képviselőtársunk közül három nincs benne az ülésteremben, és arra vártam áthidalni. Valami órabeli ellállítás miatt késnének, hogy pillanatilag és ezt a technikai helyzetet próbáltam áthidalni. Önöket, hogy Holik István képviselő úr 2019. március 1-én pillanatilag nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Önöket, hogy Holik István képviselő úr 2019. március 1-én jogait úgy nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Most napirend. Ezért a képviselői megbízatásából eredő jogait gyakorolhatja, kérem, hogy harmadik javadalmazásra is jogosult. Az LMT képviselőcsoportjából Európa zöld lesz, vagy nem lesz címmel, és elnézését kérem, hogy harmadik helyen képviselőnek szólni a szó. Az LMP képviselőcsoportjából Európa zöld lesz, vagy nem lesz címmel, és Európai Parlamenti választások lesznek, amelynek minden eddiginél sokkal nagyobb a tétje. Még annál is nagyobb, amit a három hónap múlva Európai Parlamenti választások lesznek, amelynek minden eddiginél sokkal nagyobb a tétje. Még annál is nagyobb, amit az, hogy az Európai Uniót és a tagországait nevezetesen, hogy az Európai Unió tagországait az ENSZ éghajlatváltozásokat változási kormányközi testületének legutóbbi jelentése megkövetelt. Mindössze 10-12 év van hátra állítani, hogy gyökeres gazdaságpolitikai változások legyenek. Ha nem lett prioritás az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, és az alkalmazkodási feladatokra való felkészülások legyenek. Akkor visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok. Sokkal gyorsabban, mint gondolnánk. A tét és az emberi civilizációra való felkészülés. Nem hiszem, hogy akkor visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok. Sokkal gyorsabban, mint gondolnánk. Legjobban az élelmiszer az emberi civilizáció. Burgonya, fehérjépa. Nem hiszem, hogy sokat vagy kellene esetetlen gyakorolt hatásokon, mint a légzőszervi megbetegedések. Legjobban az élelmiszer áram drágulását, burgonyafehérjépa. Vagy az egészségünkre gyakorolt hatásokon, mint a légzőszervi megbetegedések, megfékezésért, hogy a hőhullámok miatt idő előtti elhalálozások számának összehangolt, szigorú és hatékony lépések szükségesek mindazért. Európai Unióban nagyon sok teendő van egy ország szintjén, de sajnos nem elég. Olyan politikusokra van szükség az Európai Parlamentben, és hatékony lépések szükségesek mind az Európai Unióban, mind globális szinten. Felvállalják a konfliktusokat, a gazdaság rövid távú és az Európai Parlamentben, akik nem csak értik a klímaváltozás konfliktusokat, a szennyező nagyvállalatokat, és képesek meghozni a szükséges döntéseket. És az emberek hosszú távú érdekei között választások legfontosabb konfliktusokat, hogy végre komolyan veszük el a klímaváltozást, és képesek meghozni a szükséges döntéseket. Az Európai Parlamenti választások legfontosabb kérdése, hogy végre komolyan veszük el a klímaváltozást és annak következményeit. Nagyon határozott és következetes politikai válaszra van szükség. Tisztelt képviselőtársaim, a legutóbbi klímacsúcson azt láttam, hogy hiába érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, hiába a fenyegető jelentések, a kormányok halogató politikát folytatnak. Erre a legjobb példa az önkéntes vállalásoknak a szintje. A katowicei csúcs előtt összegezték az egyes országok önkéntes vállalásait, de ezek összege sem elegendő arra, hogy a hőmérsékletemelkedés 3 Celsius fokon belül maradjon. Egy süllyedő hajón ülünk, ahol legtöbben azon vitatkoznak, hogy mély-e a tengerfenék, vagy van-e cápa a vízben, miközben nem veszik észre, hogy nincs mentőcsónak a hajón.
A következő európai parlamenti választások első számú prioritása kell éppen ezért, hogy legyen a klímaváltozás lassítása és a bekövetkező hatásokra való felkészülés. Egyébként ez tartalmazza a klímamenekültek kérdéskörét is. De mindez csak akkor fog megtörténni, ha sok olyan politikus fog bekerülni az európai parlamentbe, akik vállalják ezt a feladatot. Itt az idő, hogy a legnagyobb szennyező vállalatok és országok vállalják a felelősséget a létrejött helyzetért, a környezetünk elszennyezéséért és a természeti erőforrások kizsákmányolásáért. És amint látjuk, ez nem történik meg. Az Európai Unió eddig elfogadta, hogy a gazdasági növekedés mindennél fontosabb, és hogy a társadalmi igazságot és környezeti fenntarthatóságot ennek alá lehet rendelni. Ideje felismernünk, hogy ennek a korszaknak vége, mert az emberiség végletegig kihasználta a Föld erőforrásait, márpedig nincs másik bolygónk. Klímatörvényre van szükség az Európai Unió minden tagállamában, amelyek megteremtik annak a lehetőségét, hogy a hőmérsékletemelkedés 1,5 Celsius fokon belül tartsuk. Olyan szabályozásra van szükség, tisztelt képviselőtársaim, amely nem csökkenti, hanem növeli a zöld felületek, az erdők arányát, olyan mezőgazdasági reformra, amely nem a termőföld rövidtávú kihasználását, hanem a talaj megújíthatóságát és az élelmiszerbiztonságot tartja szem előtt. És olyan gazdasági környezetre, amely az emberek érdekeit érvényesíti a multinacionális vállalatok érdekeivel szemben, amely fontosabbnak tartja az egészséges környezetet a profit érdeknél. Tisztelt képviselőtársaim, ez az európai parlamenti választás igazi tétje. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Képviselőasszony napirendelőti felszólalására Cseresznyés Péter államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Azt hiszem, a célokban teljes mértékben egyetérthetünk azzal, hogy a klímavédelmi erőfeszítések, éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni fellépés közös nemzeti érdek, hiszen már a mostani generációk számára is az életminőség és az egészségesség, az egészség kulcskérdése lehet a föld felmelegedésnek mértéke. Ugyanakkor, ha a közös és a klímavédelmi cél az alkalmazandó, a siker reményét nyújtó eszközök körében eltér az önök és a mi véleményünk. Az éghajlatváltozás negatív hatásai elleni küzdelem és a fenntartható fejlődés pálya az utóbbi években egyre fontosabb kérdéssé vált kormányunk számára. Az a célunk ugyanis, hogy Magyarország 2030-ra Európa 5 legélhetőbb országa közé tartozzon, ennélkül a cél beteljesítés nélkül, mármint a klímavédelem körében kitűzött célok beteljesítése nélkül nem érhetjük el. Meg kell említeni, hazánk a föld üvegháztartású gáz kibocsátásának 0,13%-áért, az Európai Unió kibocsátásának pedig 1,4%-áért felelős. Tény, hogy az elmúlt években a kibocsátás gazdasági növekedéssel szoros összefüggésbe kissé emelkedett, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy míg a GDP 2014 és 15-ben meghaladta a válság előtti szintet, addig az üvegház hatású gáz kibocsátás 2016-ban is még messze alatta maradt a válság előtti értékünknek, tehát jelentős eredményeket értünk ezen a területen is el. Bár a világ kibocsátásában a súlyunk kicsi, mi is tudjuk, hogy a jövő generáció érdekében lokális eszközökkel is fel kell venni a küzdelmet a globális problémák ellen. A fenntarthatósági erőfeszítések fontosságát jelzi, hogy jelenleg is dolgozunk egy fenntarthatósági törvény előkészítésén. Emellett az innovációs tárca és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács együttműködésében fenntarthatósági útmutatót állítunk össze a települések számára. A külgazdasági és külügyminisztériummal együttműködésben pedig a nemzetközi fenntarthatósági célokra fókuszáló fenntarthatósági cselekvési tervet készítünk. A klímavédelem melletti elkötelezettségünket mutatja, hogy Magyarország az Európai Unió országai közül elsőként már 2016-ban aláírta a párizsi megállapodást, és ezért frissítettük a párizsi megállapodás szellemében a második nemzeti éghajlatváltozási stratégia célkitűzéseit és vállalásait. A stratégia az előbb említett rövid, közép és hosszú távú célok meghatározására szolgál, a konkrét intézkedéseket a konkrét felelősökkel és pénzügyi forrásokkal
készülő éghajlatváltozási cselekvési terv tartalmazza majd. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretein belül megyei klímaplatformok létrehozására kerül sor, valamint a megyei és települési éghajlatváltozási stratégiák készülnek, amelyeknek részét képezik a helyi alkalmazkodási programok is. Emellett a kibocsátás kereskedelmi rendszerek keretein belül 2021 és 2030 között várhatóan több száz milliárd forint értékben valósulhatnak meg a klímavédelmi célokat szolgáló projektek. Megkerülhetetlen itt az energiatermelés kérdése is. Magyarország lakosságának közel 70%-a városokban él, emellett a koncentrált ipari termelés újra növekvő tendenciát mutat, valamint egyre inkább teret nyer az elektromos közlekedés. Ezért olyan villamos energiatermelő alapkapacitásokra van szükség, amelyek minden körülmények között produkálni tudják a szükséges villamos energiatermelő teljesítményt, és ezt minél nagyobb arányban karbonsemleges módon valósítják meg. A paksi nukleáris kapacitás fenntartása e célkitűzést biztonságosan és az emberek számára olcsó áramot nyújtva teljesíti. Amíg az energetikai kutatásfejlesztés nem áll elő olyan megoldásokkal, amelyek a jelenlegit megsokszorozó léptékben olcsóbban és hatékonyabban biztosítják a megtermelt energia tárolását, addig a hazai adottságok között működőképes megújuló energiaforrások sem lesznek képesen ennek reális alternatíváját biztosítani. Minden esetre ennek dacára is Magyarország már 2016-ban, ahogy már ez többször is elhangzott egy-egy ilyen felszólás alkalmával, 14,2%-os részarányt ért el a megújuló energiaforrásból előállított energiafogyasztásban képviselt részarányát tekintve, tehát már túl teljesítettük az Európai Unió 2020-ra előírt 13%-os célértékét. Ha a zöld értékrendet valló ellenzéki politikusok valóban azt vallják, hogy egy konstruktív, a klímavédelmet valóban kiemelten kezelő Európai Unióra van szükség a globális éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ami egyébként a migráció hosszú távú kezelésnek is a kulcsa, akkor első lépésként álljanak ki annak az Európai Uniós politikának a támogatói közül, amelyek a klímavédelem helyett a migráció támogatását tekinti legfontosabb céljának, és ebben az esetben minden cél, minden klímapolitikai cél meg fog valósulni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, mivel Arató Gergely, Szabó Timai és Bangoné Borbély Ildikó képviselőtársaink még mindig nem tartózkodnak az ülésterembe, így a következő napirend előtti felszólaló a KDNP képviselőcsoportjából Szászfalvi László képviselő úr, aki a Tét Európa jövője címmel jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A demokrácia brüsszeli bajnokai meg vannak sértődve, ha őket bírálni merészeli valaki, különösen Közép-Európából, Magyarországról. Mimóza érzékenységgel önmagukat tévedhetetlennek, az általuk képviselt eszméket, önfeladó politikájukat bírálhatatlannak tartják. Úgy gondolják, hogy ők minden felelősség és következmény nélkül bármit megtehetnek. Az Egyesült Királyságot kiengedték az EU-ból, illegális migránsok millióit pedig beengedték Európába. Mi azonban azt gondoljuk, hogy egy ilyen sorsdöntő történelmi helyzetben Európa jövőjének megvitatása, vitában való részvételünk erkölcsi kötelességünk. Ezért bármennyire is a sértődött óvodás szerepét játsszák a magukat támadhatatlannak tartó brüsszeli bürokraták, eddig is és ezután is elmondjuk határozott álláspontunkat. A kormány és a kormánypártok ebben a döntő súlyú vitában évek óta és ma is a magyar emberek érdekeit képviselik, akik többszörösen, legitim módon kifejezték egyértelmű és világos akaratukat, nem akarják, hogy Magyarország bevándorló ország, Európa pedig bevándorló kontinens legyen. A mostani brüsszeli bevándorláspárti vezetés az emberek megkérdezése nélkül illegális migránsok milliói előtt nyitotta ki Európa kapuit, de továbbra is még több bevándorlót akar Európába hozni. Ennek érdekében mindent elkövetnek, és ebben jó partnerre találnak a bevándorláspárti ellenzékben. Ez biztonságunkat és gyermekeink életét veszélyezteti, a Tét tehát Európa jövője. Ezért minden magyar embernek joga van tudni azt, hogy mire készül Brüsszel.
Erre a tájékoztatási akcióra az Európai Bizottság letagadta azt, hogy milyen tervek fekszenek a fiókokban. Tisztelt Országgyűlés! A kormány 7 pontos válaszában állításait nyilvános állásfoglalások, mindenki által elérhető nyilatkozatok és szavazási jegyzőkönyvek bizonyítják. A kötelező betelepítési kvótát nem vonták vissza, Brüsszel hivatalos állásfoglalása szerint az Európai Bizottság az európai erőfeszítések hosszú távú összehangolása érdekében állandó uniós áttelepítési keret létrehozására tett javaslatot. Ezt a szándékot 2019. január 15-én a brüsszeli migrációs biztos is megerősítette. Brüsszel felülírná a tagországok határvédelmi jogait a Frontex hatáskörének bővítésével. Ezzel gyengítenék a nemzetállamok szuverenitását, és nem megállítani, hanem menedzselni akarják az illegális migrációt. Ez több, mint felelőtlenség. Tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Parlament 2018. december 11-én másodszori próbálkozásra megszavazta a migránsvízumok bevezetését, melyet az Európai Bizottság is támogat. Ez sok millió bevándorló számára jelentene bianko meghívást. Maga az Európai Bizottság sem cáfolja, hogy több pénzt adnának a migrációt támogató szervezeteknek. Az Európai Parlament január 17-i döntése értelmében összesen mintegy 570 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetnének nekik. Ugyanakkor többféle módon is csökkentenék a bevándorlást ellenző tagországok pénzügyi támogatását. A bizottság magát leplezi le, hiszen bevallják, hogy a kohéziós források szétosztásakor figyelembe veszik, hogy idézem, az adott országba 2013 óta hányan érkeztek az EU határain kívülről. Szó sincs már itt tehát az európai régiók felzárkóztatásáról, mindent arárendelnének az illegális migráció támogatásának. Több tízezer bevándorló kap folyamatosan pénzzel feltöltött bankkártyákat sok 10 milliárd forint értékben, valamint kísérleti projektekkel legalizálnák a migrációt. Összefoglalóan üzenet értéke van az Európai Bizottság elnöke mondatának, idézem, meg kell teremteni az unióba való legális bevándorlás lehetőségeit. Tisztelt Ház! Mi kereszténydemokraták úgy véljük, hogy ezzel szemben Európának fel kell ébrednie, és a nyílt társadalom rózsaszín bódulatából végre ki kell józanodnia. A szubszidiaritás elve alapján meg kell védenünk a nemzetek Európájának értékeit, hagyományait, keresztény kultúránkat, őshonos nemzeti közösségeinket, amelyek megtartották évezredeken keresztül. Olyan célzott családtámogatási programokat kell megvalósítani, melyek a népességfogyást meg tudják állítani. Biztonságos és erős Európát akarunk, és ebben a küzdelemben támogatjuk a kormányt. Köszönöm türelmes figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Képviselő úr elhangzott napi rendelőti felszólalására a kormány részéről Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr! Önél szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! A kormány azért indította a tájékoztató kampányát, mert Brüsszelben sokan le akarják tagadni ezeket a terveket, és az a reakció született a tájékoztató kampányra, amiatt indítottuk, még egyszer letagadták ezeket a terveket. De ahogy ön is mondta, tisztelt képviselő, pontról pontra és napról napra lehet követni, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság mikor, melyik kérdésben, hogyan foglalt állást. Most azonban nem tesznek más, mint korábban, megpróbálják ezeket letagadni. Egy kicsit radikálisabban is fogalmaznék ahhoz képest, hogy képviselő fogalmazott Nagy-Britanniával kapcsolatban, hiszen nem elengedték Nagy-Britanniát, hanem erőzték, hiszen az a fajta arrogáns, a tagállamok érdekeire, a nemzeti szuverenitásra fittyethányó politika, az a retorika, az a stílus, az a kioktatás, amivel mondjuk akár Jean-Claude Junckert vagy Franz Timmermanst is lehet jellemezni, az bizony a büszke angolok számára egy idő után nem volt elfogadható. Csak egy fél mondatokat, ha idézünk az Európai Bizottság tagjaitól, például, amit nekünk, közép-európaiaknak a BBC rádióban üzent Franz Timmermans, hogy a társadalmak a világon mindenhol sokszínűvé fognak válni a jövőben, ez a világ jövője, így a közép-európai országoknak hozzá kell ehhez szokni.
hogy jön ahhoz bárki, hogy nekünk magyaroknak megmondja, hogy mihez kell hozzászoknunk és mihez nem. Ezt majd a magyarok eldöntik, amikor úgy gondolják, de nem szükséges, hogy egy 10% alatti reprezentativitással rendelkező párt európai bizottsági tagja mondja meg nekünk, hogy mire van szükségünk, mit kell elfogadnunk és mit nem kell elfogadnunk. A betelepítési kvóták kapcsán többször már döntések születtek, elég mondjuk csak a legutóbbi 2019. január 15-i bizottsági tagnak, Dimitris Avramopoulosnak a nyilatkozatát idézni, amelyben elmondta, hogy mindjárt elkötelezettek, és ismerjük, itt már számok is napvilágot láttak, hogy kinek mennyit kéne befogadni. A határvédelem gyengítésére egyértelmű utalást tett Angela Merkel, amikor azt mondta, hogy Jean-Claude Junckernek egy által támogatott jó javaslata van, ezt 2018. szeptember 12-én mondta, az unió külső határain fekvő államok nemzeti kompetenciájának feladására, magyarul, hogy a határvédelmi kompetenciáikat feladják az országok, és rábízzák arra, aki még soha nem védett meg egy határt sem, és van pár ezer ember, miközben a magyar határvédelméhez is sok ezer emberre van szükség. A migráns vízumról ön is utalt rá, december 11-én fogadtak el sokadszori nekifutásra egy határozatot. A migráció támogató szervezetek számára január 17-én döntöttek, hogy megtriplázzák a támogatásukat, és összességében 570 milliárd forintnak megfelelő összeget fordítanak erre, tehát amit mi a Krebsberg központban egy év alatt költünk el, ők azt kívánják a migráció ösztönzésére fordítani, csak hogy a nagyságrendeket érzékeltessem önöknek. 100 000 pedagógus fizetésével legyen értékű egy éven keresztül. A migránskártyával kapcsolatban el lehet mondani, már elismerték önmaguk is a cáfoló közleményükben, hogy 60 000 személynek ilyen kártyákat eljuttattak, illetőleg az afrikai országokkal kapcsolatos kísérleti projektek 2018. szeptember 12-én közzétett állásfoglalásban is szerepelnek, hogy mindenki Afrikából vállalhasson munkát Európában. A pénzügyi támogatások csökkentését pedig mi a kormányzatban nap mint nap megéljük, amikor főleg a különböző rászoruló csoportoknak jutó támogatások értékét akarják csökkenteni, de van ez így az agrártámogatásokkal is, és aki ezt nem fogadja el, azt folyamatosan fenyegetik. Elfogadhatatlan a számunkra, hogy pont azoktól vegyék el a forrásokat, akik a leginkább rászorulnának. Jól látható tehát, hogy az Európai Bizottság fél az emberektől, fél az emberek véleményétől, ezért próbálja meg letagadni ezeket a terveket. Másrésztről viszont azt láthatjuk, hogy nem csak Nagy-Britanniának a távozása miatt kudarcos ez az 5 év, hanem azért is, mert az Európai Bizottság nem tudta az európai emberek álláspontját képviselni. Az viszont egy látható folyamat az európai politikában is, hogy a klasszikus jobboldal, baloldal, kereszténydemokraták, konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek, ez a fajta politikai felosztás egyre kevésbé lesz hangsúlyos, és a legfontosabb európai kérdésben, a bevándorlás kérdésben elfoglalt álláspont, hogy valaki a bevándorlást ösztönözni, bevándorláspárti politikus, vagy pedig az államoknak a szuverenitását védi, ez osztja meg leginkább az európai politikát egyik vagy másik táborra. Ugyanakkor röviden hadd hívjam fel a figyelmét egy olyan veszélyre is a bevándorlással kapcsolatban, amiről kevesebbet beszéltünk. Ha a WHO-nak megnézzük a legfrissebb bevándorlással Európába hozott fertőző betegségekkel kapcsolatos kimutatását, azt láthatjuk, hogy 2015 óta Európában meg háromszorozódott a kanyaros betegségeknek az aránya. És ami ebben ijesztő, hogy a kanyaros betegségek nem csak azokban az országokban, balkáni országokban bukkannak föl, ahol korábbiakban ismertek voltak, hanem a legfertőzöttebb 5 ország között ott van Franciaország és Olaszország. Nem azért, mert rossz lenne az oltási rendszere, nem azért, mert keveset költ az egészségügyre, hanem a bevándorlás ilyesfajta veszélyeket is hordoz az ott élő emberek számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Meddig él vissza a hatalom mindannyiunk türelmével? Címmel napirendelőti felszólalás jelentkezett a Jobbik képviselőcsoportjából. Jakab Péter képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. December 12-én, azon a napon, amikor önök a rabszolgatörvénnyel hátbaszúltak egy nemzetet, volt szerencsém beleülni Orbán Viktor 1.246.000 forintos székébe, és volt szerencsétlenségem belenézni közvetlen közelről is miniszterelnök úr szemébe. Nos, amit láttam, az finoman szólva is rémisztő volt. Rémisztő volt, mert nem egy államférfi nézett vissza rám. Nem egy az ország, a nemzet sorsáért aggódó politikus nézett vissza rám, hanem egy kényszeresen vigyorgó, üveges tekintetű, zavarodott valaki, aki mindenhol Soros Györgyöt látja maga előtt. Az utcaembere azt mondaná, hogy hát biztosan bolond. Én csak annyit mondtam, hogy Jézus Mária, ez az ember egy országot vezet.
A biciklimet nem bíznám rá, nemhogy a honfitársaimat, ő meg ott ül a kormánynál, és a saját népével a háta mögött vezeti neki ezt az országot a falnak. Ráadásul teszem hozzá, miniszterelnök úr állapota azóta láthatóan súlyosbodott, hiszen korábban általában csak minket ellenzéki képviselőket gondolt soros ügynöknek. Most azonban már szerintem mindenki soros ügynök, aki nem hajt fejet a rendszer előtt. Soros ügynök a tanár, soros ügynök az ápoló, soros ügynök a gyári melós, meg az egyetemista mindenki. Csak ugye azért azt szögezzük le, hogy a rabszolgatörvényt azért nem Soros György szavazta meg, rabszolgatörvényt önök szavazták meg, és ezzel, mint húst a hiénáknak, úgy dobták oda a magyar munkavállalót a multiknak, az Orbán bároknak, vagy éppen a magyar államnak. A rabszolgatörvénnyel önök ugyanis nem csak azt üzenték meg, hogy akár évi napi plusz 50 napot is, évi napi, vagy évi 50 napot is lehet túlóráztatni a magyar munkavállalókat, hanem megüzenték azt is, hogy bármit meg lehet tenni a magyar melóssal. És a multik vették a lapot. Esztergomban a Suzuki kirúgta azt a munkavállalót, aki szakszervezetet szeretett volna létrehozni. Miskolcon a béremeléséhez sztrájkoló dolgozókat karámba terelték, mint az állatokat. Dunaújvárosban a kormány stratégiai partnere azzal fenyegeti a sztrájkolni készülő dolgozókat, hogy kivágja őket a munkásszállóról. De hát persze mit is várhatnánk a multiktól, ha Dajs Tamás megüzeni nekik, hogy a magyar dolgozók szeretnek túlórázni. Mit is várhatunk a multiktól, amikor önök a köztisztviselőket is rabszolgaként dolgoztatják, akár még a kafetériát is elveszik tőlük. Önök a magyar munkavállalóhoz egy jó szót nem tudnak szólni. Önök egy dolgot tudnak tenni, a magyar munkavállalókat soros bérencezik, hogyha nem akarnak rabszolgaként dolgozni a saját hazájukban. Csak hogy kérdezem önöket, önök tényleg azt gondolják, hogy az a soros bérenc, aki a gyári sor mellett gürizik látástól vakolásig, ő a soros bérenc? Vagy az a soros bérenc, aki 30 évvel ezelőtt Soros György pénzén beült ide a parlamentbe, és azóta itt élősködik a nép nyakán? Szerintem meg ő a soros bérenc. Önök szerint ebben az országban minden rosszért egy 90 éves öreg ember a felelős, ugye ezt látjuk a plakátokon. És Isten bizony, Isten lássa lelkem, én kész vagyok akár Soros György ellen is tüntetni, hogyha ő a hibás mindenért, csak akkor válaszoljanak már, de őszintén. Soros György mondta önöknek, hogy vegyék el a kafetériát a melósoktól? Soros György mondta, hogy verjék szét a lakáskassza rendszert? Soros György mondta, hogy öljenek meg évi 24 ezer magyar embert, akinek nem biztosítják a megfelelő egészségügyi ellátást? Soros György mondta, hogy engedjenek be 86 ezer migránst, hogy legyen olcsó munkaerő? Soros György mondta, hogy tegyék a magyarokat az Európai Unió második legszegényebb népévé? Soros mondta, hogy vegyék el a magyarok pénzét és adják oda Mészáros Lőrincnek? Soros mondta, hogy meg kell szavazni a rabszolgatörvényt? Nem, képviselőtársak, ezt önök megtették saját maguktól. Magyarország tönkretétele úgy tűnik, hogy egy fideszes innováció. Csak akkor ne meneküljenek Soros György háta mögé, ne meneküljenek a soros plakátok mögé. Álljanak ki a magyar dolgozók elé, nézzenek a szemükbe, és magyarázzák el nekik, hogy milyen jó a rabszolgatörvény, meg milyen jó éjbérért dolgozni. Higgyék el, nem Orbán Viktor üveges tekintete fog visszaköszönni önökre, hanem a magyar dolgozóknak a dühe és az elszántsága. Az az elszántság, ami Győrben az ahudisokat győzelemre vitte. Győrben a sztrájkolók kivívták a béremelést. Miskolcon ugyan a sztrájkolóknak nem jutott győzelem, de lincs hangulat már volt, uraim. Ami azt mutatja, hogy a türelem elfogyott. Úgyhogy én azt mondom önöknek, hogy Miskolc és Győr intőjel legyen az önök számára. Lehet, hogy a fideszes pacsorok között sok a gerinctelen ember, de a gyári sor mellett meg sok a gerinces melós. Ne várják meg, hogy ezek az emberek az asztalra csapjanak, mert ha egyszer elszabadulnak az indulatok ebben az országban, akkor már édes kevés lesz kiírni a plakátokra azt, hogy Magyarország jobban teljesít. Tisztelt ház, képviselő úr elhangzott napi rendelőti felszólalására Dömötör Csaba államtitkár úr válaszolt. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, engedje meg, hogy röviden reagáljak, némiképp mérsékeltebb hangnemben. Tudomásul vesszük azt, hogy a munka megtagadó baloldali pártok önt küldték be összellenzéki szóvivőnek. Ez abból is látszik egyébként, hogy ezt a felszólalást az egyébként távol maradó Bangóné képviselőasszony és a Gyurcsány párt bármelyik tetszőlegesen kiválasztott képviselője is elmondhatta volna. Én örülök annak, hogy felhozta, hogy ön pár héttel ezelőtt beült a miniszterelnök székébe. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a szavazás akadályoztatása az törvénytelen. És a törvények a képviselőkre is vonatkoznak, az ellenzéki képviselőkre is vonatkoznak, és az újonnan parlament
parlamentbe bekerülő ellenzéki képviselőkre is vonatkoznak, önre is vonatkoznak Magyarország törvényei, úgyhogy mindannyiunk nevében azt kérném, hogy ezeket tartsa be. Ami a törvénymódosításokat illeti. Az elmúlt hónapok, az elmúlt hetek bebizonyították, hogy az önök állításai mind-mind hazugságoknak bizonyultak. Önök megpróbálták félrevezetni a magyarokat a munkaidővel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mikor fizetik ki a túlórát, és azzal kapcsolatban is, hogy a túlóra az önkéntese vagy nem. És egyébként az elmúlt évek bebizonyították, hogy a magyarok tudnak keményen dolgozni, 700 ezer új munkahely jött létre. Hogy mindezt máshogyan is megközelítsem, mindig volt vita, amikor a munkatörvénykönyve módosult Magyarországon, mindig ugyanígy kiabáltak egyébként a baloldali képviselők, mint ahogy ön megtette, az eredmény az 700 ezer, több mint 700 ezer új munkahely, és folyamatosan növekvő bérek, ami egyébként nem jelenti azt, hogy ne lenne még hova emelni a magyar béreket. Ami egyébként a magyarokat illeti. Ön itt sértegetett azért elég sok embert, elég sok politikus képviselőt, és engedje meg, hogy azt a véleményemet itt megfogalmazzam, hogy önök abban is hasonultak a baloldali pártokhoz, hogy sorozatban sértegetik a magyarokat. Egy kongresszuson például azt mondta az ön pártelnöke, hogy a magyarok szolgalelkűek. Aztán azt is mondták, hogy a magyarok azt sem tudják eldönteni, a magyarok egy része, hogy A vagy B álláspontot képviseljen, és egyébként is aszerint szavaznak, hogy honnan kapnak 300 forinttal többet. A határon túli magyarokat nemes egyszerűséggel indiánokhoz hasonlították, akiket meg lehet venni egy marék üveggyöngyel. Aztán nemrég kiderült, hogy az időseket farhát kommandónak nevezik, amiért a Jobbiktól, a Jobbikból még senki nem kért bocsánatot. Hol van a bocsánatkérés? Hogyha önnek ilyen kifejlett a morális érzéke, akkor hol van a bocsánatkérés, tisztelt képviselő úr? És még egy utolsó... Szilágyi képviselő úr! Még egy utolsó megjegyzés, ami egyébként nem csak a Jobbiknak, hanem a baloldalnak is szól. Az önök közös együttműködéséről, ami a felszólalás alapján is teljesen egyértelmű. Ne gondolják, hogy a magyar közélet olyan, mint a Men in Black, ahol eljön a piros fény, és mindenki elfelejti majd, hogy korábban mit mondtak egymásról és mit tettek. Most vagy komolyan veszik azt, amit egymásról mondtak az elmúlt években, vagy fokozatosan feladják saját elveik megmaradt darabkáit. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy a két párt múltja előre cáfolja a közös jövőjüket. Szeretném még végezetül arra is utalni, hogy pár nappal ezelőtt is ott hagyta önöket egy képviselőjük, egy képviselőasszony, aki azt mondta, hogy a posztkommunistákkal való együttműködés ellentétes a meggyőződésével és a neveltetésével. Egy olyan képviselő hagyta őt ott önöket, aki pár héttel ezelőtt még a parlament lépcsőjén elsősorban tartotta a molinót. Tehát ennyit az önök morális válságáról. Úgyhogy ha már ön bérencezik, akkor hagyd kérjek egy dolgot önöktől, ne legyenek Gyurcsány Szilágyi Ferenc, ne legyenek a baloldali ellenzék bérencei. Köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen, államtitkár. Aktuális ügyei címmel napi rendelőti felszólalás jelentkezett a Fidesz képviselőcsoportjából Kocsis Máté frakcióvezető úr. Frakcióvezető úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A embernek kedve lenne részt venni az előbbi vitában is, de van itt azért más is még, ami aktuális ügynek tekinthető. És ha megengedik, akkor megmaradnék ezen a logikán. Európai parlamenti választásokra készülnek, vagy választásra készülnek a pártok, és a múlt héten a Demokratikus Koalíció is listát állított. Különösen bánom, hogy Gyurcsány Ferenc éppen ma nincs itt, nem mintha máskor itt lett volna. Például amikor az ápolási díj emeléséről kellett szavazni, akkor sem találtuk a teremben, de talán ma még inkább indokolt lett volna, hiszen van itt néhány dolog, amit érdemes lenne a nyilvánosság előtt vele megvitatnunk. Nem más került a Demokratikus Koalíció listájának az élére, mint Gyurcsány Ferenc felesége, aki természetesen nem új személy, ismerjük őt, és azt is tudjuk, hogy mit akar. Bár újként mutatják be, semmi újat nem mondott, amit eddig mondott, azt már mondta a DK is. Az pedig, amit a DK mondott, jó párszor leszavazták a magyar emberek.
Gyurcsány Ferencné Európai Egyesült Államokat szeretne, akár csak a brüsszeli elit, ebben sincs semmi új. Mint ahogy abban sincs semmi új, hogy Gyurcsányné nem a magyar érdekeket fogja képviselni Brüsszelben, hanem a brüsszeli érdekeket fogja képviselni Magyarországon. Már azon sem lepődtünk meg, ha visszaemlékeznek rá, hogy Gyurcsányék vállalata 100 milliónyi pénzt kapott Brüsszelből, az európai adófizetők pénzéből. Gyurcsány Ferencné azt találta mondani a múlt héten, hogy nincsenek bevándorláspárti tervek, ezen sem lepődünk meg, miközben pártársa Niedermüller Péter meg is szavazta azokat. Megszavazták 2018 végén a migránsvízumok bevezetéséről szóló EP jelentést. Igen, a DK-sok is. Szintén a DK kidolgozta azt a javaslatot, személyesen Niedermüller Péter, amely a brüsszeli menekültügyi hivatalról szól, és amely felülírhatná a tagállami hatáskörben meghozott menekültügyi döntéseket, ezzel értelemszerűen elvonnák a jogot a nemzeti hatáskörből. Ugyan ők 2017. novemberében megszavazzák a betelepítési kvótát. Azt is mondja Gyurcsányné, hogy nincsenek bevándorláspárti politikusok, miközben a férje 2016-ban úgy fogalmaz, Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat. Ugyan ő, a DK elnöke, a férj, büszkén hirdeti, hogy elfogadná az uniós kvótát, ami Gyurcsányné szerint nincs is. Azt kéri tőlünk Gyurcsány Ferencné, hogy higgyük el neki, nincsenek kvóták, nincsenek bevándorláspárti politikusok, miközben Antonio Tajani, az EP elnöke decemberben úgy fogalmazott, az EP készen áll arra, hogy elfogadja a kötelező betelepítési kvóta mechanizmusát, azért, ami szerintük nincs is. Épp annyira hiszünk tehát Gyurcsány Ferencnének, mint a férjének. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar emberek nem hülyék és átlátnak ezen a szitán. Ez is csak egy a trükkök százai közül. Egyetlen egy újabb ravaszkodás Gyurcsány részéről, aki ezúttal a feleségét használja fel hatalmi céljainak elérésére. Bizony, ahogy államtitkár úr fogalmazott, az ellenzék vezére Gyurcsány Ferenc, és mindent meg fog tenni azért, hogy ezt a pozícióját megerősítse, és felhasználja ezúttal a feleségét is arra, hogy megvalósíthassák az Európai Egyesült Államokról szóló lázámukat, lefordítva, hogy ismét ráronthassanak a magyarok nehezen kivívott szuverenitására. Tisztelt ellenzék, ha mindettől el is tekintünk, és talán ez már inkább önökhöz is szólna. Önök mit szólnának hozzá, hogyha Orbán Viktor feleségének a vállalata olcsóbban kapná az áramot? Vagy mit szólnának hozzá, hogyha az Unió pénzelné azt a vállalatot, amelyikben ő is érdekelt? Mit szólnának hozzá, ha éppen ma kiderült volna, hogy elfogták a hírhet bolgár bűnözőt, akivel egy cégben volt Gyurcsány Ferencné. Önök mit szólnának hozzá, hogy mindez elől, az esetleges felelősség elől, az európai parlamenti mandátummal együtt járó mentelmi jog mögé bújna a feleség? Önök felgyújtanák ezt a parlamentet, és talán igazuk is lenne. Akire most önök szövetségesként tekintenek, akivel selfie és tüntike pajtások, és akikkel éppen az utcán vonulgatnak, és közösen tesznek esküt, az az ember ezeken mind túl van, vagy készül rá. Gyurcsány Ferenc jelen pillanatban arra sem volt elég bátor, és arra sem volt képes, hogy ide jöjjön, és vele megvitathassuk ezt. Ez az önök szövetségese, ez az önök vezére. Az Európai Egyesült Államokról szóló politikai vitát, az a jó hírem van, nem nekünk kell itt eldöntenünk és lefolytatnunk, arról május 26-án a magyarok dönthetnek majd. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Frakcióvezető úr napirendelőti felszólalására a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Mi magunk is olvastuk, hogy Gyurcsány Ferenc felesége zászlót bontott és programot hirdetett. Ez gyakorlatilag a brüsszeli bürokrácia megerősítésének programja, és ez abból a szempontból nem meglepő, hogy a Gyurcsány família esetében azért van annak egy komoly családi hagyománya, hogy mindenféle uniókat kiszolgáljanak a magyarok érdekeivel szemben. Egyébként a most bejelentett programnak egy szempontból nagyon is várható volt, hogy most jelentették be ezt a programot. A pártelnök és a listavezető családi vállalkozása ugyanis több százmilliós megbízást kapott korábban Brüsszelből. Ezek után senki ne csodálkozzon azon, ha itthon a feketeöves bürokrácia növelő álláspontot képviselik. Ezzel szemben a mi politikai közösségünk olyanokat
küldene Brüsszelbe, akik Magyarországot képviselik ott, nem pedig a bürokráciát idehaza. Ez egy lényeges különbség, és a magyarok majd eldönthetik május végén, hogy melyik utat támogatják. Szeretnék még egy dologról szót szólni, részben ide tartozik. Kibontakozott egy vita az Európai Bizottsággal a múlt héten a kormány tájékoztató akciójával kapcsolatban, és a bizottság állásfoglalt, bármint hogyha ennek az lett volna a célja, hogy cáfolják a kormány állításait, ezzel szemben kivétel nélkül megerősítették a felvetések jogosságát. Ezért is mondjuk azt, hogy az Európai Bizottság állásfoglalása felér egy részletes beismerő vallomással. Mert nem tagadják azt, hogy továbbra is kötelező betelepítési kvótákkal osztanák el a bevándorlókat Európában. Azzal védekeznek, hogy még zajlanak az egyeztetések. Ez így van, de ez nem változhat azon a tényen, hogy a bizottság is és az Európai Parlament is kötelező elosztást akar. Azt is mondják, hogy a Frontex megerősítése az nem járna a határvédelmi jogok részleges elvételével, miközben ezt a német kancellár asszony is egyértelműen így értelmezi. Pár nappal ezelőtt még Brüsszel azt állította, hogy zéró terv van a migráns vízumokra. Ezt a kifejezést használták, hogy zéró terv, miközben a szakterületért felelős migrációs biztos már évekkel ezelőtt szorgalmazta annak bevezetését, és az Európai Parlament ezt meg is szavazta. Azt sem tagadják, hogy több pénzt adnának a bevándorlást támogató politikai aktivista csoportoknak. Ezt nehéz is lenne tagadni, hiszen ott világít az 570 milliárdos támogatási szándék a következő 7 évre vonatkozó költségvetési tervezetben. Aztán ott van a migránskártyák kérdése. A bizottság beismerte ezeknek a létezését, azt állítva ugyanakkor, hogy ezek nem ösztönzik a migrációt. Hát hogy ne fokozná a bevándorlást az, hogy ne ösztönözné, ha milliók gondolhatják azt, hogy ha eljutnak Európába, akkor pénzzel feltöltött kártyákat kapnak, pénzzel feltöltött bankkártyákat, olyan bankkártyákat, amilyeneket egyébként az európai állampolgárok nem is remélhetnek. Csak januárban a hivatalos összesítések szerint több mint 60 ezeren kaptak ilyet. Az afrikai kísérleti projektekre vonatkozó állásfoglalásban, mert ilyen is van, van egy rendkívül tanulságos megfogalmazás. Itt beszélnek a leginkább egyértelműen arról, hogy legalizálnák az eddigi illegális migrációt, tehát nem megállítanák, hanem legalizálnák. Ez óriási szemléletbeli különbség a brüsszeli intézmények és mi közöttünk. És ami a pénzügyi vonatkozásokat illeti. Nem tudják letagadni, hogy 2018 májusában az Európai Bizottság olyan alapelveket tett közzé, hivatalosan is, amelyek alapján a befogadott bevándorlókat is meghatározó szemponttá tennék, amikor szétosztják az uniós forrásokat. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a kvóta, a kötelező kvóta elutasítása szintén pénzügyi büntetést vonna maga után. Szóval így állunk most, olyan tervekkel állunk szemben, amelyek mind-mind egy irányba mutatnak, fokoznák, ösztönöznék a bevándorlást Európába, és ezzel olyan folyamatoknak adnának teret, amelyek következményei beláthatatlanok. Mivel nem lehet eltúlozni ezen tervek kockázatait, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen rólunk egy őszinte párbeszéd, még akkor is, hogyha ez heves vitákkal jár. Európa jövője szerintünk megír annyit, hogy mindenki felfedje a szándékait. És ami a mi szándékainkat illeti, mi egy olyan Európát szeretnénk, amely épít keresztény hagyományaira, támogatja a saját közösségeit, és mindenekelőtt képes magát megvédeni. Azt gondoljuk, hogy Magyarország érdekeit is ez szolgálja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, mivel Szabó Tímea Arató Gergely és Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunk, aki napi rendelőti felszólalásra jelentkezett, még mindig nem tartózkodik az ülésterembe, ezzel a napi rendelőti felszólalások végére ért. Most felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse a további napi renden kívüli felszólalókat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ander Balázs Jobbik, Lukács László György Jobbik, Z. Kárpát Dániel Jobbik. A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők. Varjú László DK, Mellár Tamás Párbeszéd, Ander Balázs Jobbik, Hon Krisztina LMP, Bangóné Borbély Ildikó MSZP, Harrak Péter KDNP, Böröc László Fidesz. A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Demeter Zoltán Fidesz, Z. Kárpát Dániel Jobbik. Köszönöm szépen, jegyző úr, tisztelt Országgyűlés!
Bejelentem, hogy Hegedűs Lórántné képviselőasszony 2019. február 26-án arról tájékoztatta az országgyűlés elnökét, hogy kilépett a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából, így a Jobbik képviselőcsoportjának létszáma most 21 fő. Képviselőasszony a továbbiakban független képviselőként folytatja munkáját. Tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Szél Bernadett, Hatházi Ákos, Bangóné Borbély Ildikó és Varjó László országgyűlési képviselők 2018. decemberében a mentelmi jogok megsértésére vonatkozó bejelentést tettek. Az országgyűlés elnöke ezeket megvizsgálásra átadta a mentelmi bizottságnak. A mentelmi bizottság 2019. február 18-ai ülésén a kérdést megtárgyalta. A mentelmi jog megsértésére irányuló indítványok a bizottságban nem kaptak többséget, tekintettel arra, hogy az MTV a biztonsági szolgálata által alkalmazott cselekmények nem minősülnek az országgyűléstől szóló törvény 74. szakasz első bekezdése hatálya alá tartozóknak, így ebben az esetben a mentelmi jog megsértése fogalmilag kizárt. Tisztelt országgyűlés! Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről szóló átiratot küldött az országgyűlésnek. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse köztársasági elnök úr átiratát. Parancsoljon. Kövér László úr, az országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnök úr! Tájékoztatom az országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4-es bekezdés C pontja és 41. cikk 3-as bekezdése, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 139-es törvény 10. szakasza alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Matolcsi Györgyöt 2019. március 4-ei hatállyal 6 évig terjedő időtartamra a Magyar Nemzeti Bank elnökévé ismételten kineveztem. Budapest 2019. február 27. Üdvözlettel, Áder János. Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy az országgyűlés és a magam nevében is gratuláljak Matolcsi György elnök úrnak, és sok sikert kívánjak munkájához. Tisztelt képviselőtársaim, most arra való tekintettel, hogy 14 óra 15 percre volt kiírva az országgyűlés határozatképessége, és mivel eskütételekre fog sor kerülni, ennek megfelelően 14 óra 15 percig szünetet rendelek el.
Jó. 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 J
Tisztelt képviselőtársaim, 14 óra 15 perc van, arra kérem önöket, foglalják el helyüket, hogy folytatni tudjuk munkánkat. Kérem, miután elfoglalták helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés, most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk. Először a kivételességi javaslatról döntünk. A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a 2020. évi dubai világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagy eseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló TPER 4998-as számú előterjesztést. A kormány azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség. A kormány azt kezdeményezte, hogy az összevont vitára a holnapi ülésnapunk első napirendi pontjaként kerüljön sor. És harmadszorra harmadrészt azt javasolta, hogy az összegző módosító javaslattól történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapunkon kerüljön sor. Tisztelt Ház! A házszabályi rendelkezések 62. szakaszának első bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz legalább 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Tisztelt képviselőtársaim, a döntéshozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a TPER 4998-as számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 116 igen, 20 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az elfogadott döntéseknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 17-es óra 19 percig van lehetőség. Tisztelt képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most személyi javaslatok határozathozatalával folytatjuk munkánkat. Először a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egy tagjának választására és eskütételére kerül sor, majd a Hungarikum Bizottság négy tagjának megválasztása és eskütétele következik, ezután bizottsági tagok és tisztségviselők választására kerül sor. Tisztelt képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjának megválasztása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a Magyar Nemzeti Bank megjelent vezetőit és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjait, Plesingel Gyurólat és családját, valamint a meghívott vendégeket.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának megválasztását előkészítő gazdasági bizottság a jelöltet meghallgatta, javaslatában a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva Plesinger Gyula urat március 5-i hatállyal javasolja a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának újra választani. Erről az országgyűlés elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, Esper 5025-ös számon. A jelölt életrajzát a honlapon valamennyien megismerhettük. Tisztelt Ház! A Monetáris Tanács tagját az országgyűlés a jelenlévő képviselők többségének szavazatával 6 évre választja meg. Az országgyűlés a határozati javaslatról vita nélkül dönt. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Megválasztja-e a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának Plesinger Gyula urat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés ...119 igen, 9 nem, és egy tartózkodó szavazattal Plesinger Gyula urat a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának megválasztotta. Most a megválasztott tisztségviselő ünnepélyes eskütétele és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem Plesinger Gyula urat, fáradjon az ülésterem közepére, tegye le a esküjét, és felkérem majd Szűcs Lajos jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét, a tisztelt országgyűlést pedig arra kérem, hogy szokásainknak megfelelően felállva hallgassuk együtt az esküt. Én Plesinger Gyula fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagi tisztségemet. Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagi tisztségemet A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, megkérem az országgyűlést foglalja el helyét, és kérem Móring József jegyző urat készítse elő aláírásra az esküokmányokat. Plesinger Gyula urat pedig arra kérem, hogy a jegyzői kisasztal előtt írja alá az eskü. Tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy Plesinger Gyura úrnak megválasztásához az országgyűlés, és a magam nevében is gratuláljuk, munkájához sok sikert kívánjak. Tisztelt országgyűlés, most a Hungarikum Bizottság 4 tagjának választása következik. Az országgyűlés elnöke Esper 5017-es számon terjesztette elő javaslatát. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 30. törvény 14. szakasza alapján a Hungarikum Bizottság 4 tagját az országgyűlés delegálja. Az országgyűlés elnöke a Hungarikum Bizottságba a Mezőgazdasági Bizottság javaslatára Lezsák Sándor alelnök urat és Simicskó István képviselő urakat kormánypárti jelölés alapján
Magyar Zoltán képviselő urat ellenzéki javaslat, illetve jelölés alapján, valamint a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága javaslatára a Varga Szimeon bolgár nemzeti szószóló urat kezdeményezi megválasztani. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja-e ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a javaslatot